Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kedves hölgyek, tisztelt urak, engedjék meg, hogy a Fontravel Kft. Ügyvezetése nevében nagyon sok szeretettel köszöntsem Önöket. Fábián Péter vagyok Szegedről, az én feladatom a mai nap összefogása, konferálása és az Önök rendelkezésére, szolgálatára állása. Szeretném egy pár szóba ismertetni, hogy milyen rendezvényen is vannak most Önök. A Fontravel Kft. Ügyvezetése élén a Práger házaspárral, Práger Istvánnal és kedves feleségével, Prágerné Vadaszán Auréliával több mint két éve álmodtak egy nagyot, és úgy döntöttek, hogy saját szorgalmukból megpróbálnak egy olyan elsősorban nyugdíjasoknak szóló kimikus sorozatot szervezni és rendezni, amely többet kicsit a megszokott kimitudoknál, több egy városi, egy regionális, vagy ne adj Isten, csak egy-egy fajta programot, tudást igénylő speciális seregszemlénél, hanem inkább a sokszínűség, hogy mindenfajta, lehetőleg mindenfajta kategóriából az ország egész területéről jöjjenek össze emberek, mutassák meg magukat, mutassák meg, hogy mi az, amit évtizedeken keresztül Önök tanultak, gyakoroltak, megőriztek, örökül kaptak, és most örökségül adják majd át a fiatalok számára. Ennek ékes példája volt a 2011 évi első országos kimitud, amely évizen került lebonyolításra, mégpedig összesen 15 elődöntő után, május közepén egy háromnapos döntőn mérték össze tudásukat, erre a kimitud sorozatra benevezett, mint egy 235 produkció résztvevői. Majd az ősz folyamán szerveztünk egy másik sorozatot, amely elsősorban a népek, nemzetiségiek kultúráját volt hivatott bemutatni. Ez is egy nagyszabású országos rendezvénysorozat volt, és az elmúlt évben már Évvízváros polgármesterével az élen ide fogadalmat tettek a szervezők, hogy ezt a sorozatot folytatni kell, folytatni fogjuk. És minek után azzal is szembesültünk, hogy vannak olyanok, akik nem tudják megengedni maguknak azt, hogy két-három napra Évízre eljöjjenek, ezért akkor úgy döntöttünk, és úgy döntöttek a tulajdonosok és a főszervezők, hogy az ország különböző területén regionális elődöntőket szervezünk a tél folyamán. Önök ennek a nyugdíjas kimitud sorozatnak a hetedik elődöntőjének részvevői. Eddig jártunk már Szegeden, Pécsen, Tabon, Győrben, Monoron, Kisvárdán voltunk, most Salgótarjánban vagyunk, és két hét múlva szombaton és vasárnap Veszprém zárja a sort. A benevezések számát tekintve minden képzeletünket felülmúlta, több mint 700 produkció mutatkozik az elődöntők során. Ma itt Salgótarjánban 39, ha jól tudom. Hölgyeim és uraim, minek után ez egy felmenőrendszerű kimitud, ezért Önöknek tudniuk kell, hogy a folytatás, a középdöntő sorozatok Évízen kerülnek lebonyolításra március végétől egész április hónapban, véhetőleg még májusban is. A középdöntők legjobbjai kategóriánként a legjobbjai kerülnek majd a júniusi évízi döntőbe. Kedves közönségünk, ahhoz, hogy tovább lehessen jutni, természetesen zsűrire is szükség van, hiszen senki nem aslőítve és öncélűen dönti el, hogy kik azok, akik a jobbak és a legjobbak közé sorolandók, ezt ma is szakavatos zsűri fogja majd megtenni. Mielőtt a zsűri bemutatását megtenném, azért még van egy pár fontos információ, amit Önökkel meg kell, hogy osszak. Először is szeretném bemutatni a Fontravel Kft. Ügyvezetőjét, Práger István urat, mint az egyik főszervező. Sajnos a kedves felesége betegsége miatt nem tudott ma velünk jönni. Be kell, hogy mutassam segítőimet, Bacska Ilonát és Rencsák Hajnit, akik ugye a belépést, a regisztrációt segítik.
ezzel együtt zárójelben jelzem meg, hogy ott náluk lehet majd még a nevezési díjat befizetni, a számlákat megkapni, illetve az ebédjegyeket átvenni, és aki esetlegesen nem rendelt még ebédet, de szeretne majd étkezni, az megteheti, ugyanott a lányoknál lehet még vásárolni ebédjegyet, ami a Saci ételbárba fogyasztható el, szerintem önök sokkal jobban tudják, hogy itt van a közelben. Az étterem azt mondta, hogy 12:30-tól várja majd a vendégeket. Sajnos ugye nem nagy az étterem, tehát egyszerre sok ember nem tud beülni, de önök tájékoztatva lettek arról, hogy tartom majd egy órás ebédszünetet 13-tól 14 óráig. Természetesen azokat szeretnénk majd, hogy elsődlegesen ebédeljenek meg, akik a délutáni programban majd kezdenek, hogy vissza tudjanak érni. Erre majd egy kis toleranciát szeretnék kérni. Hölgyeim és uraim, mielőtt többi információt elmondanám, úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy nyissuk meg ezt a mai napot, és erre Ötvös Mihály urat, Salgótarján megyejogú város alpolgármesterét szeretném megkérni, fáradjon középre és köszöntse önöket! Tisztelt Hölgyeim és uraim, kedves nyugdíjas kivitt tud versenyző! Salgótarján megyei jogú város önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket városunkban. A második országos nyugdíjas kimittud regionális találkozónk. Először szeretném megköszönni a helyi szervező Réter Ferenc Népjóiskolai Egyesületnek, hogy ebben a szervezésben részt vett. A főiskola már eddig is jelentős szerepet játszott Salgótarján civil, illetve kulturális életében, és úgy gondolom, hogy a mai kimitút megszervezésével tovább gazdagítják Salgótarján kulturális életét, és hát először szeretném ezt az önkormányzat nevében megköszönni elnök asszonynak. Úgy gondolom, hogy minden ilyen rendezvény a jelentős szerepet játszik az ember életében, ilyen közösségi esemény után. Úgy gondolom, hogy feltöltőben megy haza az ember, jelentős élményekkel gazdagodik. Remélem, hogy a mai Kimi Tud jelentős élménnyel fogja gazdagítani önöket, a versenyzőknek sikeres szereplést, a zsűrinek magas színvonalú verseny, és a közönségnek pedig jó szórakozást szeretnék kívánni, és természetesen, akik nem salgótarjániak, a verseny után nagy szeretettel várja Salgótarján, ismerkedjenek meg városunkkal, remélem, hogy nem csak erre a versenyre, hanem a jövőben is visszakérnek egy gyönyörű város, gyönyörű környezettel, és remélem, hogy jövőre ugyanitt esetleg még egy ilyen kimittudon tudunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm! Tisztelettel megköszönöm a polgármester úr biztató szavait, és természetesen a köszönet sorait még nem ér véget, hiszen minden rendezvénynek, minden rendezésnek vannak olyan tagjai, akiket úgy szoktunk említeni, hogy ez a nap nem jött volna létre, ha és a polgármester úr Nagy Ferencné Terikét már említette népszerint, illetve a népfőiskola tagjai, segítői, akik nélkül tényleg nem jöhetett volna ez a mai nap így létre, úgyhogy külön köszönet nekik, és megkérem Terikét, hogy ő is köszöntse önöket. Szép napot, kedves mindannyiótoknak! Tegezzük egymást, mert hisz nem először találkozunk ebben a körben. A 2012 az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen kimittud rendezvény a lehető legjobb alkalom arra, hogy a nyugdíjasok megmutassák, hogy igenis aktívak, és igenis részt kívánnak, és részt kérnek a társadalom életéből, a közéletiségből, hisz az a nagy tudás, az a nagy tapasztalat, az a sok-sok élmény, az a sok-sok dal, vers, amelynek a birtokában vagytok mindannyian, az igenis kikívánkozik mindenkiből, és hogy látva lássanak, mindenki szeretné megmutatni magát másoknak, saját örömére és a mások kettelésére. Fölvállalta az Egyesületünk ennek a rendezvénynek a régiós megszervezését, mert többen jelezték, hogy távolabbra elutazni bizony nehézséget okoz. Így gondoltuk, hogy Salgótarján eléggé központi hely a megyénkben, illetve a régióban is, és ezért vártunk mindenkit szeretettel, és ezért is kértük, hogy jelentkezzetek minél többen.
Több mint 200 lesz a mai fellépők száma. Én kívánok mindenkinek nagyon sok sikert, nagyon szép élmény, maradandó élmény, és érezze jól magát mindenki. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönjük a főiskola valamennyi tagjának, akik ebben a rendezvény szervezésben és lebonyolításban részt vesznek, hogy mindezt megtették, önzetlenül megtették. Én szeretném megköszönni a alpolgármester úrnak a meghívást, ami Salgó Tarjánnal való ismerkedés jelent, ki bevallom őszintén, én először járok az önök városába. Ez régi adósság számomra, Nógráddal szemben egyáltalán meg Salgó Tarjánnal kapcsolatban. Ígérem, hogy már tavaly majdnem Kozáriakhoz eljöttem, már majdnem, de aztán végül is, amikor volt a milyen fesztivál volt náluk? Almavirág. A Laska Fesztivál. Almavirág Fesztivál. Almavirág Fesztivál. Nem Kozár, Kazár, bocsánat, a Kazár. Ja, Kazár, ja, igen. A fesztiválra majdnem eljöttünk, de aztán sajnos közben valami munka, és ezért nem tudtam eljönni. No, hát ennyi csak a magánjellegű dolog. Ennél sokkal fontosabb megbeszélni valónk van még. Önök már többször jártok itt, látják a terem adottságát, a lehetőségét. Sajnos ugye nem egy nagy a színpad, tehát ez a táncosoknak okoz majd nagyobb odafigyelést, nehogy véletlenül mellé lépjenek a színpadnak, vagy hogy ezt betudják. Na de hát az igazi profik azok mindig alkalmazkodnak a körülményekhez. És az a körülmény az is, hogy egy teremben van a nézőtér és a színpadra való feljutás is. Ezért tisztelettel kérek mindenkit, hogy aki csak néző, két van jelen, vagy csak nagyon soká fog szerepelni, az inkább a nézőtér belső felébe foglaljon helyet, a külső felébe inkább azok foglaljanak helyet, akik majd következnek. Úgy gondolom, hogy ha mindenki csak a helyéről jönne ki a színpadra, akkor az sokkal bonyolultabb lenne, én azt szeretném, és minek után öltözni kell, készülni kell, vagy még egy picit sminkelni kell, ezért célszerűnek tűnik, hogyha a föllépő két-három fellépő szólista vagy csoport kint az előtérbe várakozik, ott összeállnak, sorba állnak, és majd bevonulnak, és ugyanoda mennek ki, hiszen a produkció után minden előadó, minden produkció még egy emléklapot fog Bajnikától átvenni. Én természetesen mindig bemondom majd, hogy kik azok, bár ki vannak ragasztva a műsorrendbe, körülbelül már mindenki tudja, hogy majd hanyadikért következik, de én ebben úgyis közreműködni fogok, el fogom mondani, és azok kifáradnak az előtérbe, előkészülnek, és utána foglalnak majd a produkció végeztével helyet a nézőtéren. Azt szoktam mondani, hogy természetesen, főleg ilyen körülmények között, mondom még egyszer, ami nyilván nem ideális, viszont nagyon kellemes, idő van, hogy legyünk egymással tolerálisak, és mindenki csak annyi türelmet és annyi figyelmet adjon a szereplőknek, mint amennyit ő maga is elvár, amikor ezen a színpadon lesz. Ezért tisztelettel kérek mindenkit, hogy lehetőleg két produkció között mozogjunk, tehát akkor legyen a kifáradás, illetve a bentről való bejövetel, a versmondóinkat, a szólistáinkat, vagy a kórust ne zavarjuk meg székek nyikorgásával, ajtó nyitogatásával, vagy ne adj Isten beszéddel. Ezért kívánok még ezen kívül mindenkinek kellemes kikapcsolódást, önöknek és a mobiltelefonjaiknak is egyaránt, hiszen a gratuláló és érdeklődő SMS-ek legalább ugyanolyan zavaróak tudnak lenni adott esetben. Hölgyeim és uraim, hú, de sokat beszéltem, de ígérem, hogy nem lesz ez így napközben, azzal együtt, hogy higgyük el, hogy ez a mai nap erre van számva, mindenkit megvárunk, mindenkire figyelünk, mindenkivel toleránsak vagyunk, és természetesen, amikor valaki itt áll a színpadon, elkifut mindenki, akkor kezdi a produkciót, tehát senki nem lesz sietetve e tekintetben. Kedves közönségünk, említette már a zsűri, és most engedjék meg, hogy név szerint köszöntsem is őket. Andrási Nóra, a Salgó-Tarjáni Közművelődési Nonprofit Kulturális Csoport vezetője, Falati Hedvig, a Berfix Színpad Stúdió művésze, László Verebé Judit, a Teni Könyvtár könyvtárosa, kulturális szervezője, és a zsűri vezetője, férfi ember révén Andrási Ferenc, a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény művésztanára, népművész.
A zsűri minden produkciót, mint mondtam, értékel. Egy értékelő lapon 5 szempontrendszer van, ezt 5, maximum 10 ponttal jutalmazzák a különböző szempontokat, ez kerül összesítésre. Kedves előadók, kedves vendégek, nyilván lesznek olyanok, akik a délutáni befejezésről már nem lesznek itt, és mindig ez a kérdés, hogy és hogy tudjuk meg, hogy hanyadikat lettünk. Úgy döntöttünk, és ebben kérem a megértésüket, hogy klasszikus eredményhirdetésre nem kerül a sor, hiszen a zsűri majd, amikor végeztünk, összeül, egyeztet, megbeszélik, adott esetben, ha netán egyezőség van, akkor majd sorrendet alkotnak, és a hétfői, illetve a keddi napon minden egyes fellépő telefonon értesítést fog kapni az elért eredményről, és természetesen a továbbjutókról. Továbbjutókról beszéltem, évvízi középdöntőről beszéltem. El kell mondanom, bár önök úgy gondolom, hogy a felhívásokból tudják, hogy a évvízi középdöntőre való eljutás a sajnos az anyagiakat is érinti. Ezért azok a szerencsések, akik most már tovább jutnak, vagy továbbjutás jelentő helyen végeznek, abban a pillanatban elkezdhetik úgymond a helyi alpolgármestereket, polgármestereket, ne adj Isten helyi vállalkozókat, szponzorokat földeríteni, hogy adott esetben segítség az önök évvízzel jutását. Azzal együtt, hogy akik már voltak ott és Nógrád megyéből, olyan sokan nem voltak az elmúlt évben, ugye a kazáriak a döntőben is nagyon szép eredményt értek el, úgy tudom aranyminősítést kaptak, aztán Vince Béla bácsi önök biztos jobban ismerik, és az Egyházas Gergelyek voltak még ott. Évízen önök tudják, hogy egy olyan elhelyezést és egy olyan kínálatot tudunk önöknek biztosítani, amely kellőképpen nyugdíjas, barát. Tehát egy olyan szállodában, egy olyan tisztességes elhelyezés, ahol ráadásul saját melegvíz, saját termálvíz, saját medence is rendelkezésre áll, mert úgy gondoljuk, hogy azon kívül, hogy betélkedünk, a legfontosabb, hogy egy kicsit világot lássunk, egy kicsit pihenjünk, egy kicsit hagyjuk itthon, hagyjuk otthon a bánatunkat, a gondunkat, jöjjenek el, érezzék jól magukat, hiszen ezt önök majd megérdemelték, és úgy jöjjenek majd haza, hogy senkit nem érdekel, hogy ott hány pontot kaptak, hanem az, hogy ott voltunk, aranyos, jó emberekkel ismerkedtünk meg. Az ottani menet egyébként ez a klasszikus három nap, két éjszakás elhelyezés, tehát mindig szerdán és szombaton vannak a versenyek. Ez azt jelenti, hogy egy keddi megérkezéskor önök megérkeznek a délelőtt nap folyamán, ismerkedés a várossal, akár már fürdőzés, este egy ismerkedési est, ez azt jelenti, hogy eszünk, iszunk, bulizunk, mint állat, hajnalig szépen, ahogy szoktunk, és utána másnap ugyancsak a pihenésé a fő hangsúly, és este a Városháza dísztermébe kerül lebonyolításra a ki mit tud előközépdöntője, amely általában egy 2-3 óra hosszás időszak, tehát mindig csak annyi csapat van ott, annyi versenyző, hogy ebbe beleférjen, és a harmadik napon pedig hazautazás. No, hát most már nem szaporítom a szót. Mielőtt az első csapatot a színpadra szólítanám, azért akkor felsorolom, hogy kik következnek most. Ugye először a szandaváriak következnének, aztán már meg is jöttek. Utána Szita Judit mond verset nekünk, majd Almádi Balázs, Karancsaljai táncosok, Felfalui Vadrózsa nyugdíjas klub az ötödik, úgy gondolom, hogy egyelőre ez a sorrend így megfelel, vagy elegendő, tehát kérem, hogy ők készüljenek testbe, mi pedig lélekbe és hangulatba, ehhez viszont azt kérném, hogy énekeljünk el együtt egy dalt, jó? Délelőtt 4:11-kor lehet Salgótarjánba énekelni. No, hát szóljon a zene, önök ezt ismerik, én meg csak segítek, jó? Na mi lesz az? Hát... Millió fogják énekelni ezt a dalomat. Milliókat, mint a lába, érzik magukat. Arra hívok, a vasságokra. Hallják hát, hallják hát, az állásmódomat. De csak a 20 évesekig a világ. Most húzom el egy korosztály, nem te néhány korosztály, a régen mindenki talál. Világot, a gyermek álljuk velünk jól. Barátok,
Ez a szálló világ.